az álló vagy ülő embernek az állkapcsa, ha elalszik és a tónus megszűnik, leesik. Mindenki látott már valakit, aki beül a vonatnak a sarkába, ugye elalszik, és akkor ugye leesik az álla, mint egy halottnak. Ő volt Szent Ágotai János, a világhírű agykutató, aki szakmai kiválósága mellett elhivatottságával, emberségével és magával ragadó oktatói magatartásával sokak emlékezetébe bevésődött munkássága idején. A Pécsi Orvosi Egyetem egykori anatómia professzora idén, október 31-én lenne 100 éves. Az évforduló alkalmából rendezvénysorozatot szerveztek a PTN, az Általános Orvostudományi Kar parkjában ünnepélyes keretek között felavatták Szent Ágotai egész alakos szobrát, amelyet Fábos György képzőművész készített el bronzból a jeles alkalomra. A délelőtt a PTN kutatóközpontjában folytatódott, ami ettől a naptól hivatalosan is Szent Ágotai János nevét viseli. Azért ráesett a választás, mert a tudós a Pécsi Egyetemen alapozta meg az agyműködéssel kapcsolatos, számára világhírnevet hozó eredményeit. Egyrészt kap a régió és az egyetem egy 21. század elejének megfelelő infrastruktúrát. Hogy ezt az infrastruktúrát hasznosan tudjuk működtetni, ahhoz kell az a szellemi örökség, ami Szent Ágotai Jánosra volt jellemző, aki egy zseniális tudós, a felfedező tudósok egyike volt. Ez a szellemiség elköteleződést és lehetőséget is jelent a kutatók és hallgatók számára, hogy a központ nyújtotta új kihívásokkal élve segítsék az itt folyó kutató munkát. A épület az lehetőséget jelent, de mindenképpen fontos ma 2012-ben, hogy olyan laboratóriumi körülményeket, olyan munkakörülményeket tudjon az egyetem teremteni, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Ilyen szempontból ennek a beruházásnak nagy jelentősége van. Az ünnepi alkalmon külön köszöntötték a Szent Ágotai családtagjait, akik büszkén emlékeztek a sokoldalú, az élet minden szépsége iránt érdeklődő tudósra. Egy fantasztikus oktató volt, akinek az előadásaira a vidéki egyetemekről, Budapesti Egyetemről is akkor eljöttek ide Pécsre, és aztán amikor fordult a kocka, akkor ugyanez megtörtént fölfelé, és a művészetnek a legkülönbözőbb ágait is nagyon magasra értékelő és magasra művelő ember volt. Hallgatók emlékeznek arra, amikor a koponya tanítása közben Goethét szavalt nekik németül, és aztán lefordította magyarra. Fantasztikus volt, tehát minden szépet és jót a gyerekei elé akart tárni, meg akarta mutatni a világ szépségét, és elvárta, hogy az igazság mellett álljunk. Kicsi gyerekekként háború után mi ott laktunk az anatómián, úgyhogy akkor ezt láttuk, hogy hát ő úgy kutatott, mint hogyha játszott volna, boldogan. Szóval csodálatos élet volt az akkor. A névadó ünnepségen három egykori tanítvány egy-egy előadással emlékezett Szent Ágotai Jánosra, felidézve az iskolateremtő tudós tanításait, kutatásait.